A félkészen hozott ételek befejezésére 40 percük volt a csapatoknak. Egy kávé és só kéregben sült cékla, illetve egy kakukkfűben sült répakrém. Ez pedig már a konfitált báránygerinc, ami ugyancsak tisztán magyar alapanyag. A magyar hal, a magyar vad, a magyar gyümölcsök íze zamata, a magyar zöldségeknek az íze zamata kell, hogy tükröződjön az ételekbe. Szürke harcsát készítettünk folyami rákhússal a közepén, és egy ilyen csabai kolbászsal dúsított halprád volt a szélén. Előtte marinálta a rákot, de hogy legyen neki egy íze. A másik, hogyha a royalt írsz be, az jó, de ez egy kicsit nehéz. A Magyarország étele szakácsverseny a Kárpát-medencei gasztronómiai hagyományok tovább élését tűzte ki célul. Azzal a nemzetközi trendekkel, amikor minden irányzat megpróbált ide betörni, úgy, hogy már a saját gasztronómiánkat kezdtük lesöpörni, és erre komoly példák voltak, sőt nem, hogy példák, hanem gyakorlatilag így működött Magyarországon a gasztronómia. Mi voltunk azok, akik tudtunk ezzel a hagyománnyal szakítani, és elkezdtük felépíteni a jövő magyar konyháját. A kezdeményezés mellé állt a belügyminisztérium, amit a szolnoki eseményen is megerősített a tárca helyettes államtitkára. Felismerték, hogy a jövő generációinak is szüksége van arra, hogy megismerjék ezen értékeket, hogy multikulturális gasztronómiai világba se feledkezzenek meg a Kárpát-medence hagyományairól, a helyi kistermelői közösségek kiváló termékeiről. Köszönöm, hogy ezzel a nemes versennyel a céljuk, hogy ezen ételcsodákon keresztül hirdessék gasztronómiánk változatosságát, sokszínűségét, és egyúttal megerősítsék nemzeti összetartozásunkat is. Mindez megfelelő képzés, utánpótlás nevelés nélkül azonban nem működne. Erről már Szalai Ferenc polgármester beszélt. Olyan gyerekek tanulnak itt, akik aztán nagyon-nagyon szépen megállják a helyüket számos helyen. A város különféle rendezvényein ott vannak a különféle ételekkel, a különféle süteményekkel. Azt kell mondjam, hogy az utánpótlás, az önök utánpótlása rendben van. A vasárnapi elődöntő első helyezését a Bicskéről érkezett csapat vitt el, második a Fülöp-szállástól érkezett tím lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyére tiszatavi specialitásokkal a poroszlóiak léphettek föl. A szolnoki szakácsverseny döntőjét április 27-én szintén Szolnokon rendezik, a harmadik Magyar Gasztronómia napja keretében. Az eseménynek a Debreceni Egyetem Szolnok kampusza ad majd otthont.